Itt szabadult meg a rakományának egy részétől a teherautó. Ma már csak a nyomok és a kellemetlen bűz emlékeztet az esetre. A szennyvíztelepet működtető Akvaszolgáltató Kft. Üzemmérnökségének vezetője azt mondja, műszaki hiba történhetett. A szállító jármű zárszerkezete meghibásodott, ennek következményeképpen szennyvíziszap ömlött ki. Ennek elhárítása, illetve a gépjármű visszapakolása rövid időn belül megtörtént. A hétvégi esettől függetlenül is többen arról panaszkodnak, ha szállítják a szennyvíziszapot, azt a város több pontján lehet érezni. Masomba, majd bejössz, ott lehet érezni. Hát időnként érezni furcsa szagokat. Itt vagyok egy munkásszálon, itt a Kükne, itt dolgozom, hegeztek, és szoktam én is érezni. Mások azt nem értik, miért nem zárt teherautóban oldják meg a szállítást. A szakember szerint ez a szárazanyagtartalom miatt van így. Zárt cippantó autóval való szállítása ennek a szennyvíziszapnak nem lehetséges, hiszen szárazanyag tartalma az jelen pillanatban 25-35% között változik. Zárt cippantó autóval ilyen magas szárazanyag tartalmú iszapot nem lehet szállítani. Ezért mindenképpen ez a nyitott autóval való szállítás szükséges. A szolgáltatótól megtudtuk, korszerűsítik a szennyvíztelepet, ahol a beruházásnak köszönhetően kevesebb szennyvíziszap keletkezik, amit elszállítani is kevesebbszer kell majd. Így a kellemetlen szagok is megszűnhetnek.